Köszöntöm Önöket, a Pannon TV híradóját látják. Ma április 27-e Zita napja van. Új kormánya van Szerbiának, mindjárt következnek a részletek, előtte azonban a legfontosabb hírek összefoglalója röviden. Szerbia a régió legélhetőbb és gazdaságilag legvonzóbb országa lehet néhány éven belül, mondta expozéjában Alexander Vučić. Aláírta a koalíciós szerződést a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség. A megállapodásba a magyar közösség számára fontos témák is bekerültek. Szenté avatta 23. János és 2. János Pál pápát Ferenc pápa. 800 ezeren vettek részt a szertartáson a római Szent Péter téren. A holokausztra emlékeztek Budapesten az élet menetével. Holnap Auschwitztól Birkenauig folytatódik a menet, élen a magyarokkal. Rendezvények sokasága a Magyar Kreativitás napján, Rubik Ernő 70. és világhírű találmányának 40. születésnapja alkalmából. Új kormánya van Szerbiának. A szavazáskor az ülésteremben 228 képviselő volt jelen. Az új kormány mellett a nyilvános név szerinti szavazáson 198-an tették le a voksukat, 23-an voltak ellene. 6 képviselő tartózkodott, egy pedig nem szavazott. Ezt követően a kormány tagjai letették az esküt. Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji. I svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon. Da ću dužnost člana vlade vršiti savjesno, odgovorno i predano. I biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Az eskütételt a szerb himnusz követte. Ezzel Szerbia új kormánya megkezdi mandátumát. A szerbiai kormányt megválasztó parlamenti ülés délelőtt 11 órakor kezdődött, és este 7:30-kor ért véget. Alexander Vučić több mint 3 órán át ismertette 70 oldalas expozéját. Kormányának 3 legfontosabb céljaként a gazdasági reformok végrehajtását, a magánszektor fejlesztését és a költségvetési fegyelem bevezetését nevezte meg. A kormányprogram ismertetése után a képviselők az ellenzék kivételével állva tapsolták meg Szerbia leendő kormányfőjét. Moramo da menjamo i odnos prema radu. Kada su Billa Gatesa pitali kako je uspeo da se obogati, on je odgovorio: "Važno je da mnogo radimo i imamo što manje potreba. Valja se naučiti žrtvovanju i odricanju. Ali kako mi je takva životna filozofija konkretno pomogla? Tako što sam u nju uverio sve svoje zaposlene. Nažalost, kod nas u javnoj sferi i u javnom sektoru efektivno se radi tek 2-2,5 sata, u privatnom sektoru 5,5 sati. Sa takvom radnom disciplinom ne možemo mnogo da postignemo. Radna etika nam nije na visokom nivou." Így kezdte expozéjának ismertetését Vučić. Újra kell fogalmazni az alapértékeket, mert csak más értékrendszerrel lehetséges a gazdaság talpraállítása és Szerbia modernizálása, mondta. A 70 oldalas részletes kormányprogram ismertetése közben kiemelte, az a gond, hogy hiányzik a fegyelem, és elvesztettük hitünket. A prvej fázi konsolidácii izvršit će se smanjenje plata u javnom sektoru za 10%, a plate će nastaviti da rastu po trenutnim fiskalnim pravilima od kraja ove godine. Paralelno sa ovom merom će biti ukinuti solidarni porez, koji je bio neophodna mera u kratkom roku. Na kraju 2016. godine u zdravoj srpskoj ekonomiji plate u javnom sektoru dostići će viši nivo nego što je to danas. Dakle, mi jasno ljudima kažemo, ozdravit ćemo našu privredu i imat ćete u javnom sektoru više plate nego što ih imamo danas. Molim samo sve ljude da to zapamte. Kitért a kultúra és oktatás reformálására, az unióval való kapcsolat és a nemzetközi kapcsolatok erősítésére. A Koszovóval való tárgyalásokat pedig ő maga vezeti majd. Niko vam neće prodavati bajke. Sledećih godinu i po dana će biti teški. Predstoje velike reforme, duboki rezovi i velike žrtve. Ali ja očekujem da u skladu sa procenama stručnjaka sa kojima sam razgovarao, narod i građani Srbije mogu da očekuju da vide svetlo na kraju tunela baš tad. I bolje je da učinimo velike žrtve za kratko vreme nego da prolongiramo patnju godinama.
sa polovičnim reformama i produženjem korumpiranih sistema koji kradu od običnih ljudi da bi se bogatila nekolicina. Az expozé ismertetése után a képviselők annak elfogadásáról vitáztak. A rendkívüli ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, méghozzá a kormány megválasztása. Alexander Vučić expozéjának ismertetése után a képviselők a parlamenti vitában elmondták véleményüket a kormányprogramról. A Szerbiai Szocialista Párt és a köré tömörülő koalíció, a Szerb Megújhadási Mozgalom, az Új Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselői bejelentették, támogatják az új kormányprogramját és reformjait. A Demokrata Párt és az Új Demokrata Párt a program ellen foglaltak állást. A Szandzsáki Demokratikus Akciópárt támogatja a kormányt, de tartózkodik a szavazástól. Poslanički klub Socijalističke partije Srbije naravno podržava program, ciljeve i personalna rešenja buduće vlade Republike Srbije. Így nyilatkoztak a szocialisták Vučić expozéjával kapcsolatban. A választáson a Tadić új demokratáival indult Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke Nenad Čanak azonban kifogásolta az elhangzottakat. Zašto u expozeu gospodina Vučića nije spomenuta Vojvodina? Zašto Rusi u Srbiji plaćaju manju rudnu rentu nego u samoj Rusiji, kada je to vrlo značajan izvor prihoda? I kakve to i zašto na ta pitanja nismo dobili odgovor? Gyilas demokratái sem voltak megelégedve az expozéval. Szerintük ez nem megoldás a gondokra. Mera da se rasproda sve što Srbija ima, a to je dominantna mera, bar on kako sam ja čuo, i Telekom, i EPS, i Aerodrom Beograd, i neke druge kompanije, zaista nije neka genijalna mera, pa to svako zna da uradi. Ideja da time dovedemo strane partnere, znači da nemamo kvalitetne kadro. A Vajdasági Magyar Szövetség az expozé támogatói oldalán áll, az ugyanis kitért a nemzeti tanácsokról szóló törvénymódosításra is, ami fontos a nemzeti közösségek szempontjából. Emelte ki Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti frakció vezetője. Emellett a multikulturalizmus fontosságáról is beszélt a leendő kormányfő, illetve arról, hogy az esélyegyenlőség megvalósításán fog dolgozni a kormány. Én azt gondolom, hogy a két párt között, az EMS és a Szerb Haladó Párt között elért megállapodás és aláírt koalíciós szerződés hozzá fog bennünket ahhoz segíteni, hogy ez ne egy deklaratív kinyilatkozás legyen, hanem hogy a konkrétumok terén is ezen a téren előrelépésre kerüljön sor. A vita kora estig elhúzódott, majd a képviselők egyenként szavaztak. A szavazás közepére megérkezett a parlamentbe a szerb államfő Tomislav Nikolić is, akit hatalmas taps fogadott. Szerbia új kormányának 19 tagja lesz, 16 minisztériummal, két tárca nélküli miniszterrel, valamint a kormányfővel Alexander Vučićjal az élén. A ma esti eskütétel után a következő személyek lesznek a kabinett tagjai. A kormány első alelnöke, a szocialisták elnöke Ivica Dačić, aki külügyminiszter lesz. Mellette a kormányban még hárman töltenek be alelnöki helyet. Zorana Mihajlović, a Szerb Haladó Párt alelnöke, a közlekedésügyi, infrastrukturális és építésügyi miniszter. Rasim Ljajić, kereskedelmi, távközlési és idegenforgalmi miniszter, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt elnöke, valamint Kori Udovicski, államigazgatási és önkormányzati miniszter. A belügyminiszter Nebojša Stefanović korábbi házelnök lesz. Miniszter marad Lazar Krstić, igazságügyminiszter Nikola Selaković, művelődési és tájékoztatási miniszter Iván Tászovac, ifjúsági és sportminiszter pedig Vanya Udovicić. A gazdasági tárcát Dusan Vujović vezeti. A védelmit Bratislav Gašić, az egészségügyit Zlatibor Lončár. Az oktatási és tudományügyi miniszter a párton kívüli Srđan Verbić lesz. A szocialista pártból Alexander Antić a bányászati és energiaügyi miniszteri, valamint Snežana Bogosavljević Bošković a mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszteri posztot töltik be. Munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszter lesz Alexander Vulin. A kormánynak két tárca nélküli minisztere lesz, az eurointegrációért Jadranka Joksimović felel, Velimir Ilić pedig az autópályákért.
Aláírta a koalícióról szóló szerződést a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség vasárnap Belgrádban. A két párti találkozót követő sajtótájékoztatón elhangzott, a megállapodásban a haladók és a VMS közös céljai szerepelnek, és egyeztettek az új kormány elsődleges feladatairól is. Vasárnap reggel élénk sajtóérdeklődés mellett írta alá a Vajdasági Magyar Szövetség a két párt közötti koalícióról szóló megállapodást. A dokumentumot Alexander Vučić, az SHP és Pásztor István, a VMS elnöke látta el kézjegyével. Pásztor István elmondta, a megegyezés teljes szövegét nyilvánosságra hozzák, és látni lehet majd, hogy a Vajdaságra vonatkozó VMS kezdeményezések is belekerültek. Tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyek Vajdaság szempontjából fontosak, amelyek a magyar közösség szempontjából fontosak, a két nép történelmi múltja szempontjából fontosak, mindazokat a kérdéseket, amikről az elmúlt napokban, elmúlt hetekben beszéltünk. Alexander Vučić az aláírást követően miniszterelnöki expozéjára készült, így a sajtótájékoztatón Igor Mirovics alelnök válaszolt az újságírók kérdéseire. Elmondta, a kisebbségi és vajdasági kérdések mellett az egész országra vonatkozó témákról is szó volt, egyebek mellett az Európai Uniós integrációról és a régiós fejlesztésekről. Veľmi smo zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa Savezom vojskih Mađara i to smo danas i krunisali potpisivanjem ovog veoma važnog sporazuma. A politikusok megismételték, hogy a VMS-nek 5 államtitkára lesz az új szerb kormányban, akik a mezőgazdaság és környezetvédelmi, a kereskedelmi és a telekommunikációs, a foglalkoztatási, az építési, közlekedési és infrastruktúraügyi, valamint az egészségügyi minisztériumban dolgoznak majd. Szentté nyilvánították ma 23. János és 2. János Pál pápát Rómában. Ez volt az első alkalom, hogy egyszerre két pápát kanonizáltak. Ferenc pápa azt kívánta, hogy a két új szent járjon közbe annak érdekében, hogy az egyház engedelmesen kövesse a szent lelket a család lelkipásztori szolgálatában. Mintegy 800 ezeren követték a szertartást a helyszínen. Sancta Mater Ecclesia, az Anya Szent Egyház nyomatékkal kéri szentségetektől, hogy a szentek névsorába írja be, és minden keresztény hívőtől hirdettesse ki szentként boldog 23. Jánost és 2. János Pált. Így kérte a Szentélyavatási Kongregáció prefektusa boldog 23. János és 2. János Pál szentélyavatását. Ferenc pápa minden egyes kérelemre válaszolt, a harmadszori kérelem után pedig elmondta a szentélyavatás ünnepélyes formuláját. Isteni támogatástól, isteni kegyelemtől segítve és meghallgatva számos testvérünk tanácsát, boldog 23. Jánost és 2. János Pált beírjuk a szentek névsorába. 23. János pápa 1958 és 1963 között volt római pápa. A szegény sorsból származó egykori egyházfő egyszerűségéről, közvetlenségéről, őszinte ember szeretetéről maradt meg a nép emlékezetében. Második János Pál pápa 1978-tól haláláig 2005 áprilisáig volt a katolikus egyház feje. Pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közötti egyetértés elősegítése. A vasárnapi szertartáson Ferenc pápa bátornak nevezte az új szenteket, akik ismerték a század tragédiáit, de nem hagyták, hogy azok maguk alá gyűrjék őket. Erősebb volt bennük Isten irgalmassága. Több százezren gyűltek össze a Szent Péter téren és a Vatikán környékén. A szertartáson Benedek emeritus pápa is jelen volt. A rítus további 150 bíboros, 1500 püspök és a világ minden tájáról érkezett 6000 pap tisztelte meg részvételével. Több államfő, uralkodó, kormányfő és miniszter is lerúgta tiszteletét a Szent Péter téren. A magyar delegációt Áder János köztársasági elnök vezette.
A küldöttségben Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes képviselte a kormányt, Orbán Viktor miniszterelnök pedig magánemberként zarándokolt Rómába. A szertartást a Sixtus kápolna kórusa, a római és a bergámói egyházmegye, valamint a krakkói filharmonikusok kórusa kísérte. A holokausztra és áldozataira emlékeztek Budapesten az életmenetével. Április 16-a Magyarországon a holokauszt áldozatainak emléknapja, mindig e köré a dátum köré szokták igazítani az életmenetét. Idén ezt a húsvét miatt későbbre halasztották. A sófár hangjára indult el az életmenete az Erzsébet híd pesti hídfőjétől a keleti pályaudvarhoz vasárnap délután. A több ezres tömeg a magyarországi holokauszt 70. évfordulója alkalmából tette meg a 3 kilométeres utat. Az indulás előtt felavatták Kelemen Zénó szobrász művész életmenete című szobrát. Szimbólumrendszer, és van egy mondjuk így, hogy felületi szimbólumrendszer. A formai szimbólum az tulajdonképpen egy nagy tömegből áll, és abból kiindul egy nagyon vékony kis szallag, ami tartja ezt az egész billenő formát. Természetesen a nagy forma maga a holokausztot szimbolizálja, a kis vékony szallag pedig a holokauszt áldozatoknak a gyermekei, unokái, illetve a túlélőket jelképezi, akik ebből a kataklizmából kinőve létrehozták ezt a civil alapítványt, és a csavarodás által évről évre visszatérnek a helyszínre is, és évről évre emlékeztetik az embereket a holokauszt borzalmaira. Az elmúlt évek során az életmenete is egyre fejlődött, egyre több magyarországi és külföldi látogató vesz részt a rendezvényen. Az emberek többsége elfogadta a rendezvény nyitottságát, ez abból is látszik, hogy 12 évvel ezelőtt tényleg pár száz ember volt csak a budapesti életmenetén, és ugye az elmúlt években látható, hogy most már 15-20-25 ezer ember is eljön erre a megemlékezésre. Izrael nagykövete az emlékezés és az emlékezni tudás fontosságára hívta fel a figyelmet. Shuv Lizkor. Fontos emlékezni. Lizkor, bishvil ha'adam ha'prati, zikaron chashuv. Emlékezni nagyon fontos az egyszerű privát ember számára is. Ve'alachat kama ve'kama le'chevra, שחייבת לזכור מה היה בעבר כערבות לעתיד. És a társadalomnak is emlékezni kell, hisz emlékezni és tudni kell, hogy mi volt, és mi nem szabad, hogy legyen a jövőben. Simon Peres, Izrael elnöke pedig videóüzenetében úgy fogalmazott, a holokauszt fájdalma felejthetetlen, és nem is szabad elfelejtenünk, ezért leckéket kell felhasználnunk a fiatalabb generációk számára, hogy óvakodjanak beengedni az antiszemitizmust, a gyűlöletet, a rasszizmust az életükbe. Este külön vonat indul Lengyelországba járképesen 600 fővel, hogy idén először a magyar delegáció vezetésével tegyék meg az Auschwitz-Birkenau közötti távon az életmenetét. A zentai zsidók deportálásának 70. évfordulója alkalmából a zsidóüldözés éveiben elhurcolt és kiirtott vértanukra emlékeztek ma délután Zentán a helyi zsidó temetőben. Zentán a zsidók deportálása és vagonírozása a haláltáborok felé 70 éve a tegnapi és a mai napon történt meg. Hangsúlyozta a zentai zsidók deportálásának 70. évfordulója alkalmából a zsidó üldözés éveiben elhurcolt és kiirtott vértanúk emlékére szervezett megemlékezésen Szabados Róbert, a szabadkai zsidó hitközség elnöke. Szeglédi Rudolf, Zenta polgármestere köszöntőjében a felelősségteljes viszonyulás és a jövő felé tekintés fontosságára hívta fel a figyelmet. A történelmet mindannyian alakítjuk a tetteinkkel és a cselekedeteinkkel. Nekünk a holokauszt áldozatai való emlékezés és tiszteletadás jutott, valamint a főhajtás az ártatlanul, értelmetlenül elveszejtett emberek emléke előtt. Az időkerekét sajnos már nem forgathatjuk vissza, de emlékezni tudunk, és erre megtaníthatjuk a gyermekeinket is. A megemlékezésen imát mondtak, majd a helyi Mécsvirág együttes tagjai alkalmi összeállítással tisztelegtek az áldozatok emléke előtt. A Zenta község önkormányzata és a Zentai Holokauszt Emléktársaság által szervezett megemlékezés végén az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés virágait.
majd Pein Attila történész vezetésével bejárták a temetőt, és kavicsokat helyeztek el az ott található síremlékeken. Magyar Kanizsán soha többé üzenettel emlékeztek a helybeli zsidók 7 évtizeddel ezelőtti elhurcolására. A koszorút az egykori zsinagóga helyén elhelyezett emléktáblánál helyezték el. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet. A mementó olyan intő jel, amelyet nem feledhetünk, amelyről tudniuk kell gyermekeinknek, unokáinknak is. Jel a városunk, közösségünk életében, amely a toleranciára, egymás elfogadására, a békés együttélésre tanít bennünket. A mementó emlék, emlékeztetés arra, hogy soha többé ne történjék meg az, ami régen megtörtént. A magyar kanizsai zsidóság kiirtása 1944-ben egy hosszabb ideig tartó, tervezett és irányított folyamat befejezése volt. Ma sem hitközség, sem zsidó nincs a városban. Ideje lenne bővebben is foglalkozni az akkori tragikus eseményekkel. Fölhívnám a többi vallási felekezeteket, egyházakat, hogy végső ideje, hogy a zsidó hitközségekkel és a zsidókkal elkezdjük a párbeszédet arról, hogy lényegében mi is volt még, hogy annak a foszlányai megmaradtak ki még már is. A mementó zárásaként az egybegyűltek elhelyezték a kegyelet virágait az emléktáblára, majd jiddis nyelvű gyászéneket és halotti emlékimát hallgattak meg. Jöhés mérába me vorák leolam ulol mi olmájú. Megmutatták újságíróknak a Moszkva barát szeparatisták a Kelet-Ukrajnában foglyulejtett EBSZ megfigyelőket vasárnap Szlovjanszkban. A jelentések szerint jól vannak és nem bántalmazták őket. Orosz barát tüntetők szombat éjjel újabb túszokat ejtettek Kelet-Ukrajnában. Nem hivatalos információk szerint EBSZ közvetítők érkeznek a térségbe, hogy tárgyaljanak a túszok szabadon engedéséről. A foglyok katonai konfliktusok valutái, és a nemzetközi gyakorlat szerint ebben semmi rossz sincs, közölte az orosz pártiak Szlovjanszki vezetője. Elmondta továbbá, hogy készek a kijevi hatóságok által elfogott társaikért kicserélni a megfigyelőket. Az orosz barát milicisták kémnek tekintik az EBSZ megfigyelőket, akik szerintük térképet készítettek az ellenőrző pontjaikról. Erre pedig állításuk szerint bizonyítékként szolgálnak a náluk talált titkos dokumentumok. Szlovjanszkban sajtótájékoztatót tartottak, ahol megmutatták a korábban foglyul ejtett EBSZ küldöttséget, akik az újságírók jelentése szerint sértetlenek. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet egyik német tagjának megfogalmazása szerint ők nem foglyok, hanem Szlovjanszk szakadár polgármesterének vendégei. Arról azonban nem közöltek vele információkat, hogy mikor és milyen feltételek mellett engedik őket szabadon. Horlik közelében újabb foglyokat ejtettek az orosz pártiak szombat éjjel. Nekik az lett volna a feladatuk, hogy a Donyeck megyei városban elfogjanak egy gyilkossággal gyanúsított, a zavargásoktól független személyt. Az akcióra Kijev gyorsan reagált és közölték. A terrorellenes művelet parancsnoksága lépéseket tesz a biztonsági szolgálat tagjainak kiszabadítására és az elkövetők kézrekerítésére. Európai elemzők szerint a túszejtés mindössze időhúzás, amelynek valós célja az, hogy a szakadárok kedvező feltételeket csikarjanak ki maguknak. Az orosz fegyveres erők időközben 3 nagy erejű egységet helyeztek teljes harckészültségbe az ukrán határnál, ami azt is jelentheti, hogy Moszkva béke fenntartói küldetés címén behatolásra készül Ukrajna területére. Az Egyesült Államok szilárdan elkötelezett a kollektív védelem mellett, amely a NATO-t megalapító washingtoni szerződésben áll, tehát megvédi partnereit, hangsúlyozta Joe Biden amerikai alelnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel lefolytatott hétvégi telefonbeszélgetése során. Biden megvitatta Orbán Viktorral az ukrajnai válságot. Egyetértettek abban, hogy Oroszország megfizeti az árát annak, hogy nyíltan megsértve a genfi megállapodást, támogatja az ukrajnai fegyveres szeparatistákat. Az USA alelnöke a beszélgetés során azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és a partnereiknek fel kell készülniük arra, hogy szankciókat vessenek ki néhány az orosz gazdaságban tevékenykedő személyre és csoportra, abban az esetben, ha Moszkva folytatja az ukrajnai katonai beavatkozást.
Joe Biden a szombati telefonbeszélgetés során gratulált Magyarország 15 éves NATO tagsága alkalmából is. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Észak-bánáti néptánc találkozót tartottak szombaton Törökkanizsa főterén. Magyar néptánc bemutató követte a Szent Misét Kelebián. Egész napos műsorfolyamot sugárzott ma a magyar közmédia Rubik kocka 40 éves évfordulója alkalmából. A tematikus napon világhírű magyar találmányokkal, kutatókkal és tudósokkal ismerkedhettek meg a tévénézők és a rádióhallgatók. A Rubik név egybeforrt a kreativitással, szimbóluma lett annak a találékonyságnak, amely a magyarok sajátossága. A Magyar Kreativitás napján a közmédia Rubik Ernő és a többi feltaláló előtt tiszteleg egy egész napos műsorfolyammal. Az Egyesült Államokban, Jersey Cityben, a Liberty Science Centerben megnyílt nagyszabású Rubik kiállításon az MTVA is ott járt. Rubik Ernő kockája a logika diadala. Olyan játék, amelynek valamennyi variációját csak akkor tudnánk kipróbálni, ha évmilliókig éjjel-nappal ezen dolgoznánk. 40 év után is népszerű a Rubik kocka. Hogy miért? Ezt a feltaláló maga mondja el. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi váltja ki a sikert. Én azt hiszem, hogy az a egyidejű, egyszerű és mégis bonyolult az esztétikus, a geometriai tartalom, a matematikai tartalom. Bíró László József a Golyóstól, Jedlik Ányos a Dinamo és a Szódavíz, Kandó Kálmán a villanymozdony feltalálásával öregbítette a magyar tudósok hírnevét. A névsor gyakorlatilag végtelen. A Magyar Kreativitás napján rájuk is emlékezett a magyar közmédia. Fuss a magyar tannyelvű iskolákért címmel szervezett futóversenyt Pécs belvárosában a Rákóczi Szövetség Pécsi Tudományegyetemen működő helyi szervezete. A futás célja az volt, hogy felhívja a pécsiek figyelmét a határon túli magyar tannyelvű intézményekbe való beiskolázás fontosságára. Lassan gyülekeztek a fiatal és középkorú futók délelőtt a pécsi Kossuth téren. Fuss a magyar tannyelvű iskolákért, hangzott a jótékonysági futóverseny elnevezése. Ez egy jó cél, amit támogatni szeretnénk. Egyes nevezők a cél mellett jó kikapcsolódásnak is tartották a futást. Igazság szerint mi ezt egy ilyen csapatépítésnek is fogtuk fel, azért vagyunk ilyen egyenpólóban. Voltak, akik magyar és székely zászlókkal a hátukon vágtak neki a távnak. Végül mintegy 50 ember rajtolt el. A futók Pécs szűk belvárosában tettek egy 2,5 kilométeres kört. A verseny egyik célja az volt, hogy felhívja a pécsiek figyelmét a határon túli magyar tannyelvű iskolákba való beiskolázás fontosságára. A másik pedig az, hogy a nevezési díjakból támogassuk is a Rákóczi Szövetségnek a beiratkozási programját. A futás fővédnökei az aranycsapat két még élő tagjai, Buzánszki Jenő és Grosics Gyula voltak. Az eseményen ugyan nem tudtak megjelenni, de szerencsére nem vette el a résztvevők kedvét, akik jókedvűen fejezték be a futást. Magyar népviseletbe öltözött fiatalok is részt vettek ma a kelebiai templom szent miséjén. Budakalászi táncosok látogatták meg a kelebiai tánccsoportot, majd a mise után bemutatót tartottak. A vasárnapi kelebiai szent misét ugyanabban az időben tartották, mint a vatikáni szenti avatási ceremóniát, ezért a misét ennek tudatában mutatták be. A pápák szenti avatása külön hangsúlyt kapott a kelebiai templom szent miséjén. Második János Pál pápa fontos az ittenieknek. A templomban nemrég vitrázs is készült róla. Irgalmasság vasárnapján mi kelebiaiak különösen is ezzel a tudattal és ezzel a lelkülettel kezdtük meg ezt a szentmisét, és ennek a szentmisének a szépségét pedig a budakalászi és a Vackor táncegyüttes jelenléte, népviseletbe öltözött fiatalok jelenléte tette még magasztosabbá is. A mise után bemutatót tartott mindkét táncegyüttes. Az oktatók a néptáncot még szüleiktől tanulták, ezt szeretnék továbbadni a fiataloknak. Tánc az szerintem
az felszabadít, és minden esetre csoportépítő jellege van neki, és nem utolsó sorban, meg hát a hagyományokat ápolni kell. A Kelebiai Vackor táncegyüttes tagjai lelkes fiatalok, akik szeretik a néptáncot. Hagyományápolás véget is szeretek táncolni, mert másrészt pedig jót is lehet mulatni, barátok. Paskó Csaba plébános szerint fontos, hogy a fiatalokat a hagyományokra és az emberi értékekre neveljék, mert ez is meghatározza a megmaradásunkat. Észak-bánáti néptánc találkozót tartottak szombaton Törökkanizsa főterén. 15 néptánc csoport lépett színpadra, gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt. A hagyományápoló műsor a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt fontosságú kistérségi rendezvényei közé tartozik. Magyar, szerb, roma, ruszin néptánc együttesek léptek színpadra. Magyarországról is érkezett egy csapat. Így alkalmunk nyílik arra, hogy megismerjük a körülöttünk élő nép táncát is. Az eseménynek egyre nagyobb közönsége van. Jó érezzük magunkat, szépek, fiatalok és lendületes. Nagyon sokat nemzet és nemzetiség is össze és külön tartsunk. Ilyenkor a néptánc csoportok is új táncokat, lépéseket, motivumokat tanulhatnak meg egymástól. Svaki susret, svaki koncert, svako druženje, festival nam donosi to da dobijemo nove prijatelje, nove poznanike, upoznajemo druge narode, njihove običaje, jednostavno se obogaćaju ovdje u duši. Más eredményét látva még jobban iparkodjunk azon, hogy önmagunk kultúráját, tehát a magyar kultúrát ebben az esetben minél magasabb fokon műveljük. A találkozó mintegy 500 néptáncos és zenész mutatkozott meg. A tavaszi idő szép számú látogatót vonzott Zentára, ahol a Gazdakör, az Agráregyesületek Szövetsége és a Vajdasági Termeltetési Beszerzési Értékesítési Társaság szervezésében zajlott a 13. hagyományos birkafesztivál. Pörgöltél lat, zeneszó és ollúcsattogás, valamint vidám társaságok. Ez jellemezte az idei zentai birkanyíró fesztivált. Dédöröganyám is nyíróasszony volt, és akkor hagyott rám ollót is, meg akkor én is vettem hozzá, meg vannak saját birkáim, és akkor miért fizessek valakinek, mikor én is meg tudom nyírni. Nem olyan nagy szentírás, ez csak jó derékköl, meg kéz hozzá. Mondja Urbán Imre versenyző. Üveges Lajos zsűritag szerint panaszra nincs oka a bíráló bizottságnak. Szépen csinálják, nyírják, egyik másik kicsi kevésbé szebben, de meg vagyok velük elégedve, ha is így zsűriként mondjam. 80 bográcsban rotyogott a pörkölt. Milyen gombóc készül ide ebbe a finom paprikásba? A hagyományos zöldséges zsemlegombócot csináljuk, mert az én baráti köröm ezt nagyon szereti. Még a kecsi megkóstolta, az minden évben visszajön és főkeres bennünket a gombóc véget. 19 versenyző és több ezer látogató érkezett a 13. zentai birkanyíró és pörkölt főző versenyre. Zentai vásárteret betöltöttük egy bizony rendezvényekkel, amit mi kínálunk, valamint amit a közönség még betöltött. Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke az Unióra való felkészülés fontosságának üzenetét hozta a résztvevőknek. Nagyon jó a verseny, nagyon jó a múlt értékeinek őrzése, de készülnünk kell a jövőre, méghozzá nagyon keményen. A hagyományos rendezvényen még tenyészállat kiállítás, fogadhajtó verseny, művelődési műsor és kézműves kirakodó vásár is volt. Nemzetközi birkapörkölt főzőversenyt tartottak szombaton Csóka központjában. Az egész Kárpát-medencéből érkeztek csapatok, valamint Csóka testvértelepülése is delegáltak csapatokat. A rendezvény mára kinőtte Vajdaság, de még Szerbia határait is. Minden évben színvonalasabb, nívósabb. Jelen pillanatban itt Kárpát-medence
vesz részt. Az Arad megyei tornya tavaly óta Csóka testvérvárosa. A falu főzőcsapata régi juhászkellékekkel díszítette főzőhelyét. Igyekeztünk bemutatni azt, hogy mi egy multikulturális civil szervezet vagyunk. Ha megnézzük a motivumokat, akkor látjuk, hogy vannak benne magyar, román és szerb motivumok is. A Kapuvári Bográcsos Egyesület specialitása a kapuvári böllérmáj, azonban a birkapörköltel is megállják helyüket a versenyeken. Ott is van puszta. A fertőtó környékén volt állatőrzés, mint említettem, akár a disznó, szarvasmarra és a jellegzetes magyar fajták. A rangos verseny nemzetközi zsűriének nem volt könnyű dolga, a Vándorsalleg azonban harmadszor is a birkapörkölt fővárosába karcagra került. Egy-egy világ és Európa csúcson is javítottak a magyarok vasárnap a berlini nemzetközi paraúszó versenyen. A dámi Zsanett 150 méter vegyesen a montreali világbajnokságon tavaly augusztusban elért világrekordját javította tovább. Az új csúcs 5 perc, 0 másodperc, 16 század másodperc, ami 12 századdal jobb a réginél. A mindössze 13 éves Sós Luca 200 méter pillangón 2 perc, 36 másodperc, 77 század másodperccel szintén saját Európa csúcsát múlta felül. Pénteken Kézdi Réka is világcsúcsot úszott 100 méter pillangón. A magyarok összesen 21 arany, 15 ezüst és 13 bronzérmet szereztek a német fővárosban, ahol 35 országból több mint 300 úszó mérte összetudását. 3 pontra csökkent a Crvena Zvezda előnye a Partizánnal szemben a labdarúgó szuperligában, miután a 146. örökrangadón a fekete-fehérek saját stadionjukban 2-1-es győzelmet arattak örök riválisuk felett. A szabadkai Spartacus pedig 1-1-es döntetlent ért el a harmadik helyen álló Csukariski otthonában. 9 év után újra a legjobbak társaságában szerepelhetnek a Spartacus férfi kosárlabdázói. A második liga utolsó fordulójában a szabadkai legénység 87-73-as győzelmet ünnepelhetett Pirotban, és 19-7-es győzelmi arányjal a 20 győzelemmel és 6 vereséggel záró Jagodina mögött megszerezte a második helyet. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Szerbia a régió legélhetőbb és gazdaságilag legvonzóbb országa lehet néhány éven belül, mondta expozéjában Alekszandar Vučić. Aláírta a koalíciós szerződést a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség. A megállapodásba a magyar közösség számára fontos témák is bekerültek. Szenté avatta 23. János és 2. János Pál pápát Ferenc pápa. 800 ezeren vettek részt a szertartáson a római Szent Péter téren. A holokausztra emlékeztek Budapesten az élet menetével. Holnap Auschwitztól Birkenauig folytatódik a menet, élen a magyarokkal. Rendezvények sokasága a Magyar Kreativitás Napján, Rubik Ernő 70. és világhírű találmányának 40. születésnapja alkalmából. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. További szép vasárnap estét kívánok, viszontlátásra!